Okos farm, 5G daruk, hálózatba kapcsolt gyártás. A zöld energiaátmenet és az iparágak digitális átalakulása ma már elképzelhetetlen a technológia széleskörű alkalmazása nélkül. Szeptember végén rendezték meg Budapesten a Huawei European Innovation Day-t, amelyen bemutatkoztak a legújabb fejlesztések és digitalizációs trendek. A nemzetközi cégek innovációi mellett magyar tehetségek is színpadra álltak fejlesztéseikkel. Huawei is also investing a lot of innovative solutions like 5G, smart factory, smart logistic, you know, port, and also for the you know, we invest the R&D center here. So that's why we choose Budapest this year, our innovation day holding place. We believe Budapest is the city connect east and west. Three part of innovation we will introduce in this innovation day. First is about 5G applications, because the 5G is more or less already start to be deployed in the most of European countries, certainly Hungary as well. Second one is about green energy. Certainly everybody knows right now the energy crisis draw a lot of attention. I think last of the innovation we introduced about use the technology to protect the biodiversity, for instance, for the fire protection of the grids we introduce. This kind of smarter solutions could increase the efficiency of the energy use. I think with all the technology combined together, I think could help to achieve this carbon neutrality goal. Itt ebben a bemutató kamionban egy 5G magánhálózatot üzemeltetünk, itt például itt felettem ezek a rádiós eszközök, és ezen a teljesen leválasztott magánhálózaton mutatunk olyan példákat, olyan innovációs megoldásokat, amik az ipari szereplők működését tudják hatékonyabbá, jobbá tenni. Mutatunk olyan megoldásokat is, amik mondjuk gyártáshoz, különböző ipari folyamatok menedzseléséhez, távoli munkavégzéshez kapcsolódnak, és konkrétan hoztunk olyan példákat is, amik már ma is működnek Magyarországon. Ilyen az egyik a Huawei Európai Ellátóközpontja. Úgy kell elképzelni, hogy ez a Huawei-nek Kínán kívül a legnagyobb gyártási és logisztikai operációja. Közel 15 000 négyzetméteren történik ilyen összeszerelési és logisztikai működés, és ennek tulajdonképpen az automatizálására használjuk ezt a magánhálózatot. Itt használunk automata villástargoncákat, mesterséges intelligenciával, gépi látással segített minőségbiztosítási folyamatokat, távoli munkaállomásokat és mozgatható állomásokat, amik segítik a sokkal rugalmasabb, hatékonyabb munkavégzést. Egy ilyen 5G magánhálózat abban nyújt hatalmas nagy segítséget, hogy egy egységes lefedő hálózatot ad. Tulajdonképpen újabb és újabb különböző use case-ek vagy megoldások bevezetéséhez nem szükséges újabb technológiákat használni, vagy újabb száloptikát húzni, vagy újabb kábeleket húzni. Korábban még nem kapcsolódott össze, de manapság már elkerülhetetlen, hogy a digitalizáció megjelenjen az energia termelésben, felhasználásban, illetve ennek a szállításában. Például pont egy osztrák esetet mutattak be, ahol megvizsgálták a szőlőkertnek, vagy a szőlészetnek a, úgymond a színét, hogy mennyire zöld, bizonyos levelek mennyire zöldek, és ebben meg tudták határozni, hogy milyen egyéb mondjuk vízigényre van ott szükség, ami mondjuk nem tudtak arról, vagy valamelyik jobban termel, vagy rosszabbul termel, és ezeknek az adatoknak a felhasználásával tudták optimalizálni a termelést, illetve csökkenteni a vízigényüket. Magyarországon is kritikus az energiaellátás, az energia szuverenitása, tehát hogy saját magunk tudjuk megtermelni az energiát, ezért is hallhattunk olyan beszédeket a panelbeszélgetés előtt, amely arra vonatkozott, hogy milyen tervek vannak Magyarország részéről. Mekkora a beépített megújuló kapacitást szeretne Magyarország elérni, és ezek milyen szükséges technológiák vannak, amelyek lehetővé teszik ezt. Látva a szükségességét a Magyarország energiatárolásra, ezért határoztak el a Huawei-nél, hogy egy átfogó tanulmányt készítünk a kis és középvállalatok számára, ezen kívül a lakosság és a nagy erőművi szektor számára is, amely dedikáltan fókuszál az energiatárolásra, az tartozó technológiákra, illetve az ottani üzleti modellek hogyan épületnek fel, milyen a magyarországi szabályozás. Ez egy nagyon új téma, tehát nem sok embernek van ebbe tapasztalata, nem sok cégnek van ebbe tapasztalata. Megpróbáljuk összefogni ezeket a cégeket, hogy közösen tudjuk segíteni ezt az energetikai szektort Magyarországon.